taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take a new song. And you cannot save me, cause I don't need saving. It's everything I've been chasing, all here for the taking. Don't wanna test your luck with me, I think I've had enough disease. Sziasztok! Újra itt vagyok egy kis oktató videószerűséggel, mostanában nem nagyon volt ilyen, és én úgy gondoltam, hogy oldjuk meg azt a hihetetlenül bonyolult problémát, hogy hogyan is írjunk edzéstervet. Na most, egy érdekesség egyébként, hogy amióta elkezdtem ezt a csatornát, rengeteg kollégától megkaptam azt, hogy hát egy kicsit túl sok az információ, hát ezt azért nem kéne így már elmondani, ezt azért csak pénzért kellene elmondani, stb. De én úgy látom, vagy ahogy én látom, az az, hogy az információ, tehát az információ, mint olyan, az nem magántulajdon. Tehát effektíve szerintem a coachingban, hogyha valaki fizet egy edzőnek, akár online, akár személyes munkában, akkor nem biztos, hogy az információért fizet, mert az információ az fent van az interneten. Az információ az nem egy magántulajdon, hanem szerintem annak az információnak a gyakorlatbeli alkalmazásáért. Ez szerintem maga a coaching, nem az információ. Ha az információ lenne a coaching, akkor gyakorlatilag a coaching dokumentum linkeket tartalmazna, ahol belinkelném, hogy az adott információt hol találod meg az interneten. Nem erről szól a coaching, hanem arról, hogy hogyan kell szerintem ezt az információt a gyakorlatba átültetve a mindennapokban használni. Szerintem az edzésterv ugyanilyen. Én gyakorlatilag minden áldott nap kapok olyan e-mailt, hogy szia, mennyiért írsz edzéstervet, meg más ilyen kérdések, és általában ilyenkor tényleg elképedve nézek, hogy tényleg azt gondoljátok, hogy a coachingban az edzéstervért fizettek? Én mindenkit arra biztatok, hogy egy edzéstervért ne fizessen, mert ha beírjátok a Google-be, hogy edzésterv, vagy workout plan for bodybuilders, akkor olyan 1 milliótól 12 millióig lesz fenn edzésterv szerintem, és nagyjából valószínűsége mindegyik pontosan jól fog működni. Szóval nem az edzésterven múlik a fejlődés röviden. Legalábbis a testépítés egy bizonyos szintjéig nem az edzésterven múlik a fejlődés, lássuk be. Van az a pont, ahol kifejezetten fontos lesz, meg vannak olyan időszakok az évben, amikor ez úgy fontosabb, mint más időszakokban, de úgy általánosságban nem az edzés terveden múlik a fejlődés, lássuk be. De majd mindjárt meglátjuk. Úgyhogy én arra gondoltam, hogy ma főleg kezdőknek csinálnék egy videót, és interaktív módon most ti velem együtt meg fogjátok csinálni a saját edzés terveteket. Ugyanis, ahogy mondtam, nem az edzés terv a lényege a coachingnak, senki ne fizessen egy edzés tervért. A coaching lényege, hogy kapsz egy edzés tervet, olyan, amilyen, ideálisan egy jó edzéstervet kapsz, de lehet, hogy nem egy annyira jó edzéstervet kapsz. Ellenben, hogyha azt a gyakorlatban jól ülteted át, magyarul a táplálkozásod rendben van, az alvásod rendben van, elegendő kalóriát eszel, elég jól regenerálódsz, az effort megvan, mert az egész az effortról szól valójában, akkor fejlődni fogsz még egy nem annyira jó edzéstervel is. Nyilván nagyon jó edzéstervet is lehet írni, meg lehet írni nagyon rosszat, de a kettő között fejlődésben iszonyú kicsi lesz a különbség, ha te beleteszed az effortot abba, amit csinálsz, ténylegesen beleteszed az effortot abba, amit csinálsz, eleget eszel és alszol, akkor fejlődni fogsz a rossz edzéstervtől is, csak a nagyon jó edzéstervtől, amit valaki mondjuk 15 év tapasztalattal ír meg, attól lehet, hogy egy picit jobban, de nem ezen fog múlni. Szóval, írjuk akkor együtt edzéstervet. Először is az első lépés szerintem az edzéstervnél az legyen, amit csináljatok meg nekem. Tehát most mindenkinek először is szüksége lesz egy papír cetlire, meg egy tollra. Jó? Tehát most edzéstervet fogtok írni saját magatoknak. Tehát, az első lépés, amit kérnék tőletek, hogy írjatok le 5 gyakorlatot minden testrészre. Tehát az első lépés, írjatok fel a lap tetejére, mutatom kezdőknek, gyengébbeknek, nem akartam így mondani, szóval a lap tetejére felírjuk szépen, hogy
mell, hát, vál, biceps, triceps, láb, vádli, has. Felírjuk az összes fő bizonycsoportot, nem írjuk le külön, hogy hátsó vál, meg első vál, meg triceps, külső fej, meg ilyen hülyeségek. Leírjuk, hogy biceps, triceps, mell, hát, vál, comb, vádli, has. Szóval leírjátok a főbb edzés, főbb izomcsoportokat, és mindegyik mellé írjatok oda 5 gyakorlatot, amit ti szerettek végezni. Bármilyen 5 gyakorlatot. Leírhatjátok például, hogy adhatok egy pár javaslatot nektek, hogy azért ne ugyanazt a mozgást ismételjétek. Mellgyakorlatokhoz írjatok le mondjuk 2 különböző nyomást, mondjuk egy ferdeparos nyomást, valamilyet, egy vízszintes paros nyomást, valamilyet. Írjatok le 2 izolációt, egy ferdeparos izolációt, egy vízszintes paros izolációt. Tegyetek be egy tolózkodás, vagy egy negatív mozdulatot, tök mindegy. A lényeg az, hogy nézzetek szét a teremben, hogy milyen gépek, milyen szabadsúlyok, milyen eszközök állnak rendelkezésre, és választhatok ki 5 gyakorlatot, amit el is tudtok végezni, meg amúgy szerettek is végezni. Ugyanez hátra. 2 lehúzás, 3 elvezés mondjuk. Bicepsre, hát ott azért elég problémás az 5 különböző gyakorlat, mert gyakorlatilag majdnem mindegyik ugyanaz, de akkor is azt mondanám, hogy írjatok le 5 különböző gyakorlatot, mondjuk squatpados biceps gépen, squatpados biceps kézisúlyjal, csigás biceps háttal a csigának, csigás biceps szembe a csigának, meg mondjuk kézisúlyzós biceps, vagy kalapács biceps, tök mindegy, írjatok le 5 gyakorlatot. Triceps ugyanez. Legyen benne legalább 4 izoláció, tehát lehet egy fej fölött csigán, hanyat fekve kézisúlyjal, letolás kötéllel, letolás ruddal, meg mondjuk egy tolózkodás, vagy egy szűk nyomás, valami ilyesmi, tök mindegy, 5 triceps gyakorlat. Lábnál szintén legyen benne egy lábnyújtás, egy izoláció, legyen benne egy lábhajlítás, legyen benne valamilyen tolómozgás, amit szerettek elvégezni, legyen ez heggugolás, legyen ez lábtolás, legyen ez bolgárgugolás, pendulumgugolás, a hip press, olyan gugológépek, ahol a csípőddel tolod, úgy teljesen mindegy, a lényeg az, hogy 5 lábgyakorlatot szedjetek össze, és az 5 lábgyakorlatból legalább 3 összetett gyakorlat legyen, tehát valamilyen toló mozgás, toljatok a lábatokkal, az a lényeg. Legyen benne persze RDL, mindenképpen legyen benne egy csípőhinta mozgás, hát vádli rögyakorlatot nem fogtok találni, úgy maradjunk annyira, hogy annyiban, hogy vádliban elég lesz 1 is, vagy 2, mondjuk álló meg ülő gyakorlat, bár az ülő vádlit olyan nagyon nem érdemes erőltetni, mert az álló vádli az a teljes vádli terhére, az ülő vádli pedig csak egy részét a vádlinak, de a variáció kedvéért nyugodtan be lehet tenni az ülő vádlit, senki nem fog tőle meghalni. Rosszabb vádlit biztos nem lesz tőle, csak max nem lesz tőle, sokkal jobb. Hasra sem fog menni valószínűleg 5 gyakorlat, de akkor próbáljátok kitalálni 3-at. Mondjuk hasprés, lábemelés függeszkedve, lábemelés a tolózkodón, vagy lábemelés hanyat fekve, hasprés gépen, hasprés csigán, hasprés kézisúlya, több mindegy. Legyen 3-4, lehetőleg 5 has gyakorlat variációtok is. Várra, akkor most már nem maradjon ki egy izomcsoport se, én azt mondanám, hogy legalább 1 nyomás legyen benne, hogy az most milyen, merről nyomás gépen, kézisúlyzó, nyakból nyomás, ruddal, tök mindegy, aki el tudja végezni. Az is nagyon fasz a fájdalom nélkül. A lényeg az, végezzetek egyfajta nyomást várra, és keressetek még 4 különböző izolációs gyakorlatot, hátsóvál csigán, hátsóvál a tárogatógépen, oldalemelés kézisúlyjal, oldalemelés csigán, oldalemelés gépen, ami tetszik, mellékhúzás, ezek mind szuper gyakorlatok, 5-öt választhatok ki. Ha ez megvan, leírtátok szépen az 5 különböző gyakorlatot per izomcsoport, bármilyen gyakorlatot, szinte, akkor a következő lépés, hogy határozzátok meg, hány edzésnapot tudtok egy héten beiktatni, ami biztosan megvan. Minden héten ennyiszer el tudtok menni a terembe. Na most, a jelen állapotban a kis fiktív edzés tervet, amit most együtt írunk közösen, 4 edzésnapra fogjuk megírni. Én úgy gondolom, hogy aki ezt a sportot egy kicsit komolyan veszi, meg úgy amúgy lássuk, hogy aki nem veszi komolyan, annak is el kellene mennie legalább 4-szer az edzőterembe per hét, mert 4 órád, 4-szer 1 órád, ha nincs a saját fizikumodra, ha nincs 4-szer 1 órád egy héten a saját egészségedre, akkor nyilvánvalóan nem veszed komolyan ezt a sportot. Nekem senki nem mondja, hogy nincs ennyi ideje magára. Mert a sorozatnézésre, meg a bevásárlásra, meg a tököm tudja, hogy mire, arra biztosan van időd. Tehát
én dolgozok 14-16 órát egy nap, azt még nekem is van időm elmenni egy héten 4-5-ször az edzőterembe, úgyhogy ha csak nem mondjuk agysebész vagy, aki napi 20 órát műt, akkor elhiszem, hogy esetleg nincs erre időd, de még akkor sem hiszem el, hogy nincs időd, mert aki napi 20 órát műt, az nem műt 7 nap napi 20 órát, szóval mindenki meg tud oldani heti 4-1 óra edzést, aki nem, az csak kifogásokat keres, de tegyük fel, hogy te csak 3-szor tudod ezt megoldani. A heti 2 edzéssel, én megmondom őszintén, ezen a szinten nem foglalkozok, aki heti 2-szer megy el edzeni, az nyilván egyáltalán nem foglalkozik ezzel az egésszel komolyabban, tehát neki halál mindegy, hogy milyen edzéstervet fog végezni, úgysem nagyon fog működni, mert heti 2 edzéssel nem lehet fejlődni. Heti 5 edzéssel pedig azért nem foglalkozunk ebben a videóban, mert én úgy gondolom, hogy rettenetesen kevés embernek van heti 5 edzésre szüksége. Nyilván egy szuperbari szint, meg egy profi testépítő szint az megkívánja azt, hogy jóval több időt foglalkozz a fizikumoddal, mint a heti 4-1 óra, és ezen a ponton valószínűleg 5, akár 6 edzésre is szükség lehet. Tehát amennyiben te ezt a videót nézed kezdőként, és elég jó vagy ahhoz, hogy megnyerj egy szuperbari GP-t, amit kötve hiszek, akkor ignoráld ezt a videót, akkor neked nem lesz elég a heti 4 edzés, de szerintem a gyúrósok maradék 99.9%-ának tökéletesen fog működni a heti 4 edzés. Nézzük akkor, mi van, ha te heti 3-szor tudsz edzeni. Ha heti 3-szor tudsz edzeni, akkor írd fel szépen a lapra, ide felírod szépen, miután ide felírtad a testrészeket és az 5 gyakorlatot per testrész, most ide felírod, hogy első edzésnap, második edzésnap, harmadik edzésnap. Nem a napokat, hogy hétfő, meg szerda, meg péntek, hanem első edzésnap, második edzésnap, harmadik edzésnap, és ugye a 4 edzésnapot feltételezve pedig odaírod, nem hiszitek el mit, hogy negyedik edzésnap. Jó? Tehát még egyszer. Első, második, harmadik, negyedik. Ez megvan. Ha ez megvan, akkor ha 3 edzésnapot tudsz egész biztosan megoldani, akkor el kéne dönteni a következőt, hogy miket fogsz edzeni, milyen testrészeket. Nem a gyakorlatokat, hanem kiválasztjuk a testrészeket. A 3 edzésnapot feltételező edzésterv esetében én azt javasolnám férfiaknak, vagy fiúknak, srácoknak, hogy felső test, alsó test, felső test bontásba dolgozzanak, mert a felső testet meg lehet kétszer terhelni a hatalmas gyakorlatvariáció miatt, ellenben az alsó testet igazán keményen ez esetben egy héten csak egyszer fogjátok tudni megterhelni. Ezzel baromi jól lehet egyébként fejlődni. Lányoknak, vagy nőknek pont az ellenkezőjét javasolnám, tehát alsó test, felső test, alsó test. Szintén az alsó testre is rengeteg gyakorlatot lehet végezni, szét lehet szedni ez esetben feszítő, hajlító, farizom, stb. Erről mindjárt beszélünk. Tehát lányoknak azt javaslom, hogy alsó test, felső test, alsó test, mert a felső testet is kell edzeni, főleg a hátat és a vállat, de biztosan nem kell kétszer, ha csak nem akarsz testépítő versenyző lenni, de ez esetben nem vagy kezdő, és nem neked szól ez a videó. Ha 4 edzéstervet vesszük alapul, akkor én azt javasolnám, hogy leegyszerűsítsük a dolgot, nyilván amellett, hogy félmillió variáció létezik a testrészek elosztására, én mégis azt mondanám, hogy az egyszerűség kedvéért csináljuk ezt úgy, hogy push, pull, leg, és a negyedik edzésnap pedig legyen vagy egy teljes test, vagy pluszba ismételje egy olyan testrészt, ami le van maradva, de szintén hozzáteszem, hogyha kezdő vagy, akkor minden le van maradva, tehát egy kezdőnek, akinek a videó szól, semmi értelme nincsen azt mondani, hogy le van maradva a vállam, meg le van maradva a felső mellem, meg a triceps hosszú fej. Ha nincs olyan fizikumod, amivel fel lehetne állni színpadra lediétázva, akkor mindened le van maradva, tehát ne próbálj meg prioritizálni izomcsoportokat, de mégis az edzésterv egyszerűsége kedvéért azt fogom mondani, hogy legyen egy push-pull leg, és mondjuk egy teljes test vagy power napod. Írjátok le szépen a lapra, és nem soká egyértelmű lesz. Tehát 1-es, 2-es, 3-as edzés annak, aki 3-szor szeretne edzeni, ugye 1-es, 2-es, 3-as, 4-es annak, aki 4-szer, aki 3-szor szeretne edzeni, az írja fel szépen fiúk esetében, ahogy mondtam, a nők majd ehhez igazítják. Felsőtest, alsótest, felsőtest, aki 4-szer megy edzeni, írja le push, pull, leg, teljes test. Na, most, hogy ez is megvan,
meghatározzuk a izomcsoportok sorrendjét edzésen belül. Ami egyébként nem gondoltam, hogy egyáltalán el kéne, hogy hangozzon, mert annyira fájdalmasan logikus, de komolyan mondom, vagy írjátok már meg kommentbe, hogy ti láttatok-e már ilyet, mert én Angliában nem láttam ilyet, de Magyarországon szembesültem azzal, hogy láttam olyat, hogy van, aki lekarozik, és utána megy hátazni mondjuk. Tehát bicepszezik a terembe, elvégez egy rakás bicep gyakorlatot, és utána megy hátazni. Komolyan mondom, egyszerűen hihetetlen. Sőt, olyat is láttam, hogy valaki tricepszezik, és utána megy mellezni. Az teljesen félelmetes. Az a bűnös nagy helyzet, hogy az emberek többségének azért marad le a háta például, mert a háta 10-szer erősebb, mint a bicepszed, tehát magyarul a biceps a gyenge láncszem, ugyanúgy, mint melledzésnél sokszor a triceps a gyenge láncszem. Egészen zseniális ötlet előtte lekarozni, hogy még az a fikarsznyi esése legyen meg, hogy a hátad bármit is tudjon fejlődni a hátgyakorlatoktól, ha a karod előtte elfárasztod. Szóval nem gondoltam, hogy fontos beszélni erről, de mégis úgy tűnik, hogy fontos beszélni az izomcsoportok sorrendjéről. Szóval, most szépen fel fogjuk írni, miután már megvannak a napok száma, megvan, hogy mit edzünk aznap, most meg fogjuk szépen, be fogjuk írni az edzésterv, hogy milyen izomcsoportokat milyen sorrendben edzünk aznap. Na szóval, tehát, megyünk először is a három edzés napra. Aki odaírta, hogy felsőtest, alsótest, felsőtest, azoknak én azt javaslom, hogy az első felsőtest napon, tehát első edzésnap, mondjuk csinálják úgy, írják fel szépen a lapra, hogy mell, hát, váll. Okay? A lábhoz írjátok oda, tehát a második edzésnaphoz, hogy láb, kar. A harmadik edzésnaphoz, ami megint felsőtest, pedig fordítva fogjuk csinálni, mint a hétfőt, vagy az első edzésnapot, tehát azt írjátok fel, hogy hát, mell, váll. Oké? Okay? Nem írunk gyakorlatokat, csak izomcsoportokat. Aki négyszer meg tudja oldani az edzést, mert egy picit is komolyan veszi ezt a dolgot, az szépen fel fogja írni, ugye fel van írva nektek, hogy push-pull-leg teljes test, vagy push-pull-leg power, ugyanazt jelenti. Az most szépen fel fogja írni a push naphoz, hogy mell, váll, triceps. Mert ezek azok az izmok, amik tolnak. Oké? Okay? A következő, egyébként megjegyzem, hogy minden izom húz, semmilyen izom nem tol, de például amikor a triceps húz, és a mellizom előre húzza a felkart, akkor az egy toló mozgássá konvertálódik, de maga az izom húzást végez. Ez csak poénból mondom el, hogy nincsenek toló izmaink, minden izom húz, csak van, hogy ez a húzás egy toló mozgásba konvertálódik, és van, hogy ez a húzás egy húzó mozgásba konvertálódik, de minden izom egyébként húz. Na mindegy. Szóval. Első nap, push nap, toló nap, tolóizmok. Azaz. Mell, váll, triceps. Következő edzésnap a pull napunk van, ami a húzó napunk. Nem nehéz kitalálni. Odaírjátok szépen, hogy hát, biceps. Ennyi. Harmadik edzésnap, a lábnap, ugye, oda szépen pedig felírjátok, hogy vagy azt, hogy combhajlító combfeszítő, vagy combfeszítő combhajlító, tök mindegy, kinek hogy tetszik. Én azt javasolnám, hogy ha valaki bármikor is a jövőben, legyen ez akár 5-10 év, a jövőben el tudja magát képzelni testépítő színpadon, akkor én azt javaslom, hogy az alsótest edzéseket mindig combhajlítóval kezdjétek, már az elejétől fogva, ugyanis versenyzők sokszor 5-10 évet töltenek el a karrierjük során azzal, hogy megpróbálják felhozni a lemaradt combhajlítót. Ha ezt fordítva csináljátok, és egyből az elejétől megszokjátok, hogy mindig a combhajlítóval kezditek a lábedzést, akkor nem lesz ilyen probléma. Lemaradt combfeszítő a combhajlítóhoz képest nem létezik, ellenben lemaradt combhajlító a combfeszítőhöz az gyakorlatilag az, amit szinte minden színpadon lehet látni. Szóval, felírjátok. Combhajlító, combfeszítő, várni. És jön a negyedik edzésnap, a power nap, vagy teljes testnap, ahova pedig minden főizom csoportra kiválasztotok egyetlen egy gyakorlatot majd, erről később, tehát felírjátok, hogy mell, hát, láb. Oké? Okay? Ennyi. Ezt a hármat. Mell, hát, láb. És ezzel már gyakorlatilag majdnem meg is vagyunk, tehát megvan az edzéstervünknek az a része, hogy hányszor edzünk, megvan az edzéstervünknek az a része, hogy mit edzünk, megvan az edzéstervnek az a része, hogy milyen sorrendben edzük,
És nem hiszitek el, mi a következő lépés, az utolsó előtti lépés, hogy beírjátok a gyakorlatokat. A kiválasztott 5 gyakorlatból, amit ti szerettek végezni, a videó elején megbeszélt szempontok alapján kiválasztott 5 gyakorlatból, most mindenhova fogtok beírni gyakorlatokat. Mindenhova be fogtok írni gyakorlatokat. Nézzük, hogy hogyan. Amikor nagy izomcsoportról van szó, nagy izomcsoport, értsétek, mell, hát és láb. Amikor nagy izomcsoportokról van szó, akkor mindig be fogtok írni 3 darab gyakorlatot, abból az 5-ből, amit itt a lap tetejére felírtatok. 3-at. Nem mind az 5-öt, nem 4-et, 3 gyakorlatot fogtok beírni, minden fő izomcsoportra, azaz mell, a hát és a lábhoz 3 darab gyakorlat. Ha 3 darab gyakorlatot írtok be a nagy izomcsoportokba, akkor lehetőleg abból 1 legyen izoláció, és 2 legyen összetett mozgás. Mi a különbség? Az összetett mozgásoknál mindig 2 izület mozog, az izolációs gyakorlatoknál mindig 1 izület mozog. Tehát például egy ferdenyomás, az 2 izületes mozgás, mert mozog a vállad, meg mozog a könyököd. Ez egy összetett gyakorlat. Keressetek még egy ilyet, mondjuk, ha melledzésről van szó. Tolózkodás. Szintén mozog a váll, mozog a könyök. És plusz keressetek egy 3. gyakorlatot, ami csak a vállizületet mozgatja, mondjuk tárogatás, tárogatás gépen, tárogatás kézsúlyjal, kereszthúzás, stb. Stb. Jó, hát ugyanez. Keressetek 3 gyakorlatot, lehetőleg egyfajta lehúzás mozgást, és 1 vagy 2 féle evezést. A hátnál én nem erőltetném az izolációt, mert a hátra az egyetlen izolációs mozgás az gyakorlatilag csak az áthúzás, vagy a merevkarú lehúzás, de ezek a gyakorlatok izomépítő hatásukban messze eltörpülnek az evezésekhez és a lehúzásokhoz képest. Tehát én úgy gondolom, hogy ezen a ponton, akinek ez a videó szól, szerintem ne tegyen be hátizomra izolációt. Be lehet, nem lesz tőle rosszabb a hátad, maximum jobb lehet, csak szerintem ezen a ponton nem tudod úgy elvégezni a merevkarú lehúzást, hogy abból annyi izom növekedést tudj elérni, mint mondjuk egy evezésből. Jön a következő, a láb. Szintén 3 gyakorlat. Megint azt mondanám, hogy legyen benne mondjuk egy izoláció, mondjuk lábnyújtás, és legyen benne 2 toló mozgás, mondjuk hack, lábtolás. Egyébként combhajlítóra azt az arányt javasolnám, hogy 2 gyakorlatot választhatok combhajlítóra, valamilyen lábhajtást és valamilyen csípőhinta mozgást, tehát RDL, román felhúzás, akár a hiperhajlítás is ide sorolható, hogyha jól van elvégezve. Vádlira, ahogy beszéltük, van 2 gyakorlatotok, ülő, álló, tök mindegy. A vádli bárhova elhelyezhető, be lehet rakni a lábnapra, vagy az összes többi napra, tök mindegy. Szerintem lábnapon a leglogikusabb, de amúgy teljesen mindegy. Szóval beírjátok a gyakorlatokat. 3 darab gyakorlatot beírtok a fő izomcsoportokra, tehát mell, hát és combfeszítő, combhajlító, 3-3 vagy 3-2, és a kis izomcsoportokra, ami fennmarad, mint a biceps, a triceps, a vádli, a has, pedig beírtok 2 darab gyakorlatot minden napra, ahova nem van írva, hogy biceps és triceps. Jó? Tehát a gyakorlatban például, ha most fejbe csinálom az egészet, nem írtam le, próbálom megjegyezni. Tehát gyakorlatban, ha mondjuk van a 3 edzés nap esetében, mondjuk a középső napod a lábnap, ugye mert te férfi vagy és azt választottad, hogy felsőtest, alsótest, felsőtest. Az alsótest napod például tök jól néz ki úgy, hogyha az van odaírva, ugye azt beszéltük, hogy 3 gyakorlat lábra, feszítőre. Tehát mondjuk úgy néz ki a lábedzésed, hogy a lábnyújtás, hegugolás, lábtolás. Utána jön a combhajlító, 2 gyakorlattal izoláció összetett, oda meg beírod szépen, hogy lábhajlítás, RDL. Vagy csak az egyiket, hogyha úgy adódik, csak RDL, vagy csak lábhajlítás. És van még ugye erre a napra beírva a kar, ahova pedig azt tudom mondani, hogy például csinálsz egy squatpados bicepset gépen, csinálsz egy álló bicepset kézisúlyjal, vagy kalapácsfogással, 2 szettet mondjuk, 2-2-t mindenből, de erről majd mindjárt beszélünk. Tricepsre pedig csinálsz mondjuk egy fejfölötti gyakorlatot kötéllel, meg egy letolást tuddal. Ennyi. Most csak találomra mondtam gyakorlatokat. A 4 edzésterv esetében pedig egészen logikus ugye ugyanez, hogy a push napon beírsz 3 mell gyakorlatot, a vállhoz beírsz 2-t, a tricepshez beírsz 2-t,
a pull napon a háthoz beírsz 3 gyakorlatot, mondjuk egy lehúzást, 2 evezést, beírsz a bicepshez 2 gyakorlatot, jön a harmadik nap a leg day, az ugye a megbeszéltek szerint, tehát 3 feszítő, 2 hajlító, 1 vádli, és jön a trükk még a negyedik edzésnap megoldása, ahol az egész testedet még egyszer minden izomcsoportra egy némi extra volument megpróbálsz beiktatni, ahova pedig szépen be fogod írni, hogy egy gyakorlat mell, egy gyakorlat hát, egy gyakorlat láb, de azt azért igazán meg kell húzni. Tehát például azt mondod, hogy melyik az a gyakorlat, ami a legtöbb izomcsoportot terheli egyszerre, mondjuk tolózkodás, vagy fekvenyomás túddal, mindenki szeret old school gyakorlatokat végezni, mondjuk én nem, de a többség igen, főleg kezdőként, úgyhogy nyomjatok fekverúddal. Hátra pedig megint kerestek egy jó kis gyakorlatot, ami úgy nagyjából minden faszául megterhel. Ha valakit igazán érdekel az erőemelés és az erőnek a demonstrálás, akkor az ide nyugodtan berakhatja a konvencionális felhúzást. A konvencionális felhúzás nem egy jó testépítő gyakorlat, a farizmokon kívül más nem fog tőle nőni, de az egész tested erejét tudod vele fokozni, és a felhúzásban fejlesztett erő az rengeteg más gyakorlatban is egyébként felhasználható más sportokban, a döntött törzsélvezésekben, a törzs stabilitását igénylő gyakorlatokban rendkívül nagy hasznát veszed annak az erőnek, amit a konvencionális felhúzással építesz. Én nem szoktam kérni a konvencionális felhúzást tipikusan, de ettől függetlenül egy rendkívül hasznos gyakorlat, csak nem kozmetikai szempontból, tehát jobban nem fogsz tőle kinézni, de az nem minden. Szóval itt be lehet tenni a konvencionális felhúzást, és van még ott ugye nekünk egy láb, ahova pedig szintén kiválasztasz egy összetett gyakorlatot lábra, amit nagyon szeretsz, hegóolás. És ez lesz a negyedik edzés napod. Na most, következő lépés pedig, mindjárt végzünk, az a lépés, ami nagyon sok edzéstervben nem szerepel, csak szerintem ez egy fokmérője annak, hogy szerintem erre iszok egy energiát, mert ez lesz az a pont, ahol elkezdek embereket megbántani. Amit amúgy nem szeretek, és nem ez a cél, de szerintem ami tény, az tény. Amikor egy edzésterv nem tartalmaz effortot, amikor egy edzésterv nem adja meg neked az intenzitást, akkor az milyen edzésterv? Ha van egy edzésterv leírva, most tegyük fel, hogy leírtam ide azt az edzéstervet, amit most elmondtam nektek fejben. Mondjuk itt van a 4 napos edzéstervem leírva, push-pull-leg teljes edzés, le vannak írva a gyakorlatok, le vannak írva a set számok, ismétlés számok, minden, ezt mindjárt erre visszatérünk, de nincs megadva az effort, ha nincs megadva az intenzitás semmilyen formában, akkor ez csak egy leírt gyakorlatlista. Hát én azon végig tudok menni úgy, hogy félig elalszok közben, mert semmiben nem teszem bele az effortot, és akkor az edzéstervtől nem fogsz fejlődni, ellenben ha oda van írva az effort, és meg van adva, hogy x gyakorlatokat mondjuk bukásig kell végezni, akkor legalább tudom, hogy mit kell csinálnom, és ha azt betartom, akkor nagy valószínűséggel fejlődni fogsz az edzéstervtől, bármilyen is legyen az. Szóval a következő lépés az lesz, hogy meg fogjuk határozni az effortot per izomcsoport, vagy per gyakorlat. Először is, amit én kérnék tőletek, hogy az összetett gyakorlatokat úgy végezzétek, hogy minden munkasorozatot, majd ezt mindjárt megbeszéljük, hogy hány munkasorozat legyen, tehát minden munkasorozatot full bukásig végezzetek, ami az izolációt illeti. Tehát az izolációs gyakorlatokban szó szerint az életetekért küzdjetek, mindent bele kell adni, tűrni kell a fájdalmat, és totális, abszolút bukásig kell végezni, amíg már nem megy szabályosan. De még egy picit akár a szabályosság rovására is, tehát nem kell jógázni, nem kell 5 másodperces negatívokat csinálni, nem kell ráfeszíteni a csúcsösszehúzásra, ez nem erről szól az effort. Küzdenetek kell, hogy a súly tovább tudjon mozogni, de úgy igazán küzdenetek kell. Ezen a ponton, amikor ezt valaki nem érti, vagy olyan videót küld nekem coachingban, hogy szerinte keményen edzém, meg látom, hogy félig alszik, akkor visszaszoktam, nem túl gyakran, de előfordult már, hogy visszaküldök például egy klippet a YouTube-ról, hogy hogyan edzett Dorian Yates. Hogy hogyan néz ki az a set, ami bukásig történik.
És én értem, hogy a használt súly, meg a fizikumokban különbség van, de az effortban nem kéne, hogy különbség legyen. Nem azt kérem, hogy ordibáljatok a terembe, bárkit, aki ordibál a munkasorozatokban, én terem tulaj lennék, kibasznám a teremből. Nem ezt kérem. Hanem azt kérem, hogy tényleg egyértelmű legyen, hogy tényleg kőkeményen küzdötök azért, hogy az a súly tovább mozogjon. Ezt minden izolációs gyakorlatba alkalmazzátok. Magyarul nulla árra jár. Ha nagyon technikai akarok lenni, vagy 10 RPE. Tehát bukásig visszük az összes izolációs gyakorlatot. Ami az összetett mozgásokat illeti, mivel kezdőknek szól a videó, ismételjük összetett mozgás, 2 izületes. Jó, tehát nyomások, húzások. Ezekben pedig próbáljátok megközelíteni a bukást, de ha egy ismétlés vagy 2 ismétlés néha benne marad a munkasorozatba, akkor nincs semmi probléma. Kezdőknek szól a videó, kezdők ettől is faszául fognak fejlődni. Tehát írjátok be szépen minden gyakorlat mellé, ami összetett gyakorlat, hogy a cél az 1-2 vagy a 0-1-2 áráját, tehát bukásig kellene végezni, de ha éppen nem megy, nincs tragédia. Az összes izolációs gyakorlat mellé pedig írjátok oda, hogy 0 árajár, vagy 10 RPE, tök mindegy, ami azt jelenti, hogy az izolációs gyakorlatokat halálig fogjátok végezni. Jó. Utolsó lépés pedig, hogy meghatározzuk a sorozat és az ismétlés számot. Hát ez lesz a legegyszerűbb, mert kezdőkről van szó. Minden gyakorlatból 2 szettet fogtok végezni, és minden gyakorlatból az ismétlés szám essen valahol 5 és 15 közzé. 5 és 15. Az ideális ismétlés számot én 5 és 8 közé lőném be, de hogyha az izolációban ezen túlmentek, vagy akár az összetett gyakorlatokban ezen túlmentek, mert véletlenül túl óvatosak vagytok a súlyválasztásban, vagy olyan gép van, ami az összes súlyt többször elbírjátok, mint 8 ismétlés, mondjuk kezdők esetében ezt kötve hiszem. Tehát bármilyen oknál fogva nem 6 ismétlést akarsz végezni az adott szedben, hanem 10 fölött, nincs azzal semmi probléma. Egészen addig, amíg az effort megvan. Minél inkább haladó leszel, annál fontosabbak lesznek azok az apró részletek, hogy igazából melyik gyakorlatból hány ismétlést kellene csinálni és miért, milyen effortot kellene csinálni és miért, de ez a videó nem erről szól. Szóval ezen a ponton gyakorlatilag meg is van az edzéstervetek, megvan, hogy hány napot fogtok edzeni, megvan, hogy mit fogtok edzeni aznap, megvannak a gyakorlatok, megvannak a set számok, megvannak az ismétlés számok, megvan az effort, és az utolsó lépés, hogy csináljátok ezt 2-3 hónapig változtatás nélkül. És ha 2-3 hónap után nincs fejlődés, akkor vagy a kajád nem jó, vagy az effortot nem tetted bele, vagy az alvásod nem jó, de tipikusan mind a három hiányzik. Azért választottunk egyébként 5 gyakorlatot az elején, és abból mindössze 3-at vagy 2-t használunk az edzéstervbe, hogy legyen variáció. Hogyha te azt választottad, hogy merre mondjuk az egyik gyakorlatod a feldeparos Smith nyomás, de a feldeparot aznap használja valaki, akkor nem várunk az eszközre, hanem kiválasztasz egy másik gyakorlatot abból az 5-ből, amit a lap tetejére felírtál. Hogyha a hegugoló foglalt, és te azt választottad, mint láb összetett mozgás, nehogy várjál a hegugolóra, hanem visszamész ahhoz az 5 gyakorlathoz, amit felírtál, és kiválasztasz egy másikat belőle. Tehát azért választunk 5-öt mindenre, hogy legyen variáció. De nem az a cél, hogy ezt a variációt túl gyakran használjuk, mert akkor leszel igazán jó valamibe, ha azt a valamit napi szinten, minél többször, minél hosszabb ideig gyakorlod. A testépítésbe átültetve ez pedig azt jelenti, hogy lehetőleg igyekezzetek ugyanazokat a mozgásokat, ugyanazokat a gyakorlatokat, ugyanazokat az eszközöket, a lehető legtöbbször, a lehető legtöbb ideig használni, de azt is értsétek meg, hogy az izom nem az adott gyakorlattól nő, az izom nem az adott eszköztől nő, hanem attól, hogy mennyire küzdesz az ellenállással szemben, az izom nem látja a súlyt, az izom nem számolja az ismétléseket, az izom nem látja, hogy milyen gépet használsz, az izom egy dolgot tud, hogy milyen nehéz neki az adott mozgást tovább végeznie. Ha erre fókuszáltok, fejlődni fogtok. Remélem segített a videó, nagyon sok ilyen videó készült már, de ezt már nagyon régóta szerettem volna megcsinálni.
úgyhogy várom majd a kommenteket a kollégáktól, hogy hát ezt a videót csak át volna elkészíteni, stb. De ahogy a videó elején mondtam, én úgy gondolom, hogy az információ az nem magántulajdon, az információ gyakorlatba való hosszú távú átültetése az maga a coaching, nem pedig az, hogy ti fizettek azért valakinek 20-30 ezreket, hogy megírjon egy nyavajás edzéstervet, megírtuk közösen a nyavajás edzéstervet, vagy találtatok volna 78 millió ilyen edzéstervet online, nem ez a coaching, teljesen más dolog a coaching szerintem, de a lényeg az, hogy ha ezzel segítettem valakinek, akkor az remek, lájkoljátok a videót, Nature-ken táplálékkiegészítőkhöz 15% kedvezménykód DietGains, link a videó alatt, akit a coaching érdekel, link a videó alatt, aki pedig az e-bookokat vagy a nyomtatott verziót szeretné megvásárolni, link a videó alatt, nekem a vércukrom totál leesett, úgyhogy gyorsan megreggelizek, megiszom a kis energiatalomat és húzás edzeni, de még egy dolgot megmutatok nektek, mielőtt megyek. Szóval, itt van az én jelenlegi táplálékkiegészítő listám, amit hoztam magammal Debrecenbe, mert jelenleg Debrecenben tartózkodom, tehát ha ezeket a tápkiegészítőket, kollagén, peptidek, aminosavak, tejsavófehérje, stb. Ha ezeket szeretnétek kipróbálni, akkor 15%-os kedvezménykód a DietGains él minden termékre a naturecamp.hu weboldalon. Sziasztok!